I know it's you, you stinking perro. Look, just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn. Gotta change my number. Szevasztok srácok, Dino vagyok, ez pedig nem más, mint a GTA San Andreas következő része. Lehet, hogy egy kicsikét pörgősebb lesz ez a rész, mert ittam egy kávét is. Én nem szoktam kávét inni, pedig a kávé nagyon finom. Na, menjünk, nézzük meg, mi történik itten. Menj már innen. Futok. Ja, itt nem lehet futni. A fenébe. Az előző részben ugye... csináltunk valamit, és az nagyon jó volt. És az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy mit csináltunk. De amúgy lehet, hogy tudom. Fish in a barrel. Ugye Rosenberggel voltunk a húsüzembe. Hal a hordóban. A buzit láthattuk egy pár percig. What? Mi történt? Ha? Jó, mindegy. Ó, egyéb iránt. Ne. Csak nyissuk ki. Mert mi van, ha berohad oda bent a levegő? Hello? Carl, it's me, Ken. Ken. Leon family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula's. We're screwed. It's war for control of Venturis, man. War. War. There's word of some triad visitor or something. Nyugodj meg. Nyugodj meg. Megyek. Na, egyéb iránt, igen, azt akartam mondani, hogy szeretném megköszönni mindenkinek, az új feliratkozóknak is, és a régieknek meg pláne, hogy folyamatosan itt vannak, és bővülünk gyerekek iszonyatos sebességgel. A havi ilyen 10, hát 12 volt az átlag feliratkozóm, jelenleg 37-nél járok, úgyhogy nagyon jók vagytok, köszönöm szépen mindenkinek. Cél az a 100. Jelenleg. Vagy milyen 100? 1000, bocsánat. Akkor iratkozzatok le, légy szíves, jó? Nagyon sokan vagyunk. Jaj, szoktam látni ezt a... tudjátok, videók elején mutatják, hogy jaj, hát a statisztika nem jó mutatja, mert a 2 millióan nézték, és csak 1 millióan vannak feliratkozva, úgyhogy iratkozzon fel mindenki. Hát akkor, ha ezt kéne csinálnom, akkor bajba lennénk, mert akkor nekem azt kéne mondanom, hogy engem néznek 300-an, és közben 600, már majd 700-an vannak feliratkozva, úgyhogy legyetek szívesek tartani a tempót, és iratkozzatok le. Nem tudom, miért jó egyébként. Biztos, hogy van valami agresszív marketingje neki, hogy iratkozz fel, mert az nagyon jó. De aki fel akar iratkozni, az úgyis feliratkozik, nem? Tehát valahogy ide került a csatornára. Ha tetszik neki, akkor... nyilvánvalóan fel fog iratkozni, ha nem, akkor meg hiába tuszkolod az emberbe bele. Én ezzel így vagyok, de lehet az én régi módi befásult, hogy is mondják ezt? Világnézetem alkotja ezt. De nem tudom. Steal the plane in the hangar. Oké, el kell... Megyünk izébe? Na ne. Ja nem. A francba. Azt hittem, hogy megyünk Liberty Citybe. Vagy hova. De ez még nem az, ugye? Igen. The Hitman's Flight. Jaj. Ó, gyerekek. Ó, ne. Jó, ez így sötétbe biztos, hogy nagyon jó lesz. Joystickkal meg pláne. Hát, ha tudom, hogy ezzel kezdünk, akkor... Na miért nem csináltunk más? Levághattuk volna ott a... kaszinó előtt a füvet, vagy bármi. Emelkedni kéne egy pöppet. Bal oldalt azért láthatjuk a horizont jelzőt, ugye ezt többször is megemlíti a játék során. Igen, és most látjátok a sárga... háromszög átváltozott egy lefelé mutató háromszöget, tehát azt jelenti, hogy alattunk van. Tartjuk ezt az iránycsőt, felemelkedünk itt, ahol nekünk van a térképen a mindjárt bedöglik a masina. A horizont jelzünk, odáig kéne fölemelkedni, hogy hát ez a gép nem gyors, de zuhanni nagyon jó tud. Így ezt a taktikát kihasználva megpróbálunk belerepülni. VR Pistinek ugye egy picit
nehézkesen ment, ő egyébként okosan megoldotta le a kalappal, szemből repült bele. Ami nem egy rossz ötlet, de én meg fogom próbálni hátulról megközelíteni, mert ilyen hátulról gyűvöly típus vagyok. És hol van? Mert azt jó lenne tudni, itt még legalább jó a radar. Elhagyjuk a felhőt, és ezután szokott jönni, ugye? Tehát már most valahol látni kéne. Nem. Akkor én tévedtem. Megint. Ott van. Igen. Elkezdünk lassan visszafordulni. És jó lenne, ha tudnám, hogy hol van. Hova a nyakamba megyek? Ezt nincs is meg lehet oldani. Bazd meg! Rübi! A francia meg! Ha ez lenne a feladat, nem tudnánk megcsinálni. A fene egye meg. Le kell tenni ezt a kávét. De még egy kortyot szabad inni, nem? Adjál már, Katalina, nem érted, hogy nem érek rá. Szia! Kéne egy kocsi. Ez jó lesz. Ne! Ez nem az, aminek látszik. Segítettem, kigyulladt. Jaja, viszlát. Szívesen. Elnézést, elvinne engem a Winnowood felirathoz, ahogy Norbi mondaná? Ez. Na jó van, tegyünk akkor még egy próbát. Tehát ez lukra futott akció volt. De közel jártunk. Tehát maradjunk annyiba, hogy túl közel. És picit kellett volna talán emelni a gép orrán, de ebbe se vagyok biztos. Elég. Ha? És ezt nem lehet többször megcsinálni? Gyerekek, mi? Ja, várjál! Telefon. Csörög. Nem csörög. Nem mondod. Mert onnan kell kezdeni. Hát a sárkányka... Aj! Úristen. Nem ezt akartam, bocsász. A fene egye meg. El vagyok egy kicsit magamtól kámpicsorodva. The Strip. Jó. Menjünk még egyszer. Nem várom meg. Itt nem tudsz hívni. Lokális. Le van izélve. A hálózattól zárva ez a terület. Úgyhogy szerencsénkre így nem tud felhívni Katalina. Én meg véletlenül nem vettem észre, hogy hív. Ti sem. Jó. Maradjunk inkább barátok. Na. Rövid átvezető. Igen. És akkor most fog hívni a jó gyerek. Elindulunk oda. Hát igaz az ér. Szép autó. You can export. Ezt még nem vittem el. Hogy nem vittem el? Lehet, hogy egyszer rosszat töltöttem be, de hát két állásunk van. A francba. Na majd ezt megnézem, gyerekek. Itt lehet, hogy gebasz lesz. De bízok benne, hogy nem, mert ahogy ismerem magam. Én általában biztosan megyek. Na most telefon. Így van, mert autóban nem tudunk telefonálni. Hello? Carl, it's me, Ken. Jó, Ken. Itt vagyok, nyugi. Már jövünk, megoldunk mindent. Menjetek innen. Ne visíts. Vagy lehet, hogy az a zene volt, nem tudom. Mindegy. Oly, de szép. Win-win. Mindenki win. Csak rossz felé jövünk, de nem baj. Mert igen, elvittek a kaszinók, látjátok? Már mentem volna géphez.
És a géphez nem szabad oda menni, ezt tudja mindenki. Szabad esés. Na ez volt az. És akkor most megyünk a reptérre, hogy lobogjon a szélben a szélzsák. Itt mentünk át, ugye? Itt át lehet menni. Várja, nem. De itt át lehet menni. Át lehet menni! Itt vagyok, hello. Amúgy is megvan a pilóta sulim, úgyhogy itt már engem úgy kéne várni, hogy nyitott ajtókkal. Bevágódunk. Azaz. Megettem. Na, akkor még egy próba. Na, sokkal jobbak leszünk. Bízom benne. Megint sötétbe. Hogy, ja, igen. Ahogyha betöltöttem, akkor jó, hogy nem nappal. Ha lett volna annyi eszem, akkor mentek egyet, és akkor talán látok. De 3 óra, azaz a napocska megjön föl. És ez még így kapóra is jöhet. Meddig kellett emelkedni? Tudom, hogy egyszer a... átment a másikot. Igen, így. Ja, itt van. Jó. Ez az a magasság. Viszont tényleg akkor emelkedünk még. Egy picit balra. Nem tudom, melyik a jobb. Mármint úgy tudom, hogy melyik a jobb, csak hogy melyik a jobbra csavar. Ugye ezek fordigatják a géptestet. Most hagyjuk el a golfpályát, vagy mit? Aztán pedig Venturas határát. Vagyis a földet. Nem tudom, mennyire kéne eltérni így az úttól. Úgyhogy meglátom, mennyi időm van megfordulni. Ott a nagy felhő. Yes, baby. Igen, és akkor... már nagyon magasan vagyunk. Nem biztos, hogy ez így olyan fasza lesz. De nyugi. Aha, és most talán elkezdett mozgolódni. Ja, lejjebb kéne süllyedni. Mert nem fogom látni. Ó, de hol van? Hol vagy? Hol vagy? Már ott van valahol. Itt van. Igen, de hol? Az oké. Okay. Húha. Ó, gyerekek. Ezt beérjük. Beérjük. Hát gyorsabbak vagyunk. Gyorsabbak voltunk. És még ugyan szépen. Ez a CJ. Nem tudom, mibe kapaszkodunk meg. Hey, what's going on? Shit. Jaj, ne! Itt így kell lőni. Még jó, hogy hoztam magammal izét. Pajzsot. Az ügynökök. De ne változtassatok már meg a pozíciótokat, mert tudjátok milyen nehéz. Oké. Okay. És Zsuzsion kapitány. Jó, egyben mondtam, Zsuzsion. Kapitány. Sajnálom. És hazavisszük a jó kis autót. Autót? Repülőt, jó? Legyen repülő. Jajaj. Ennyire alacsonyan vagyunk? Oda írja, de közben itt van jobbra mellettünk a leszállópálya. Mit akar ő? Ja, Verdant Meadowra vinne, oké. Okay. Egyébként így nem nagyon leszünk jóba, hogyha ilyen egy küldetés, egy videó lesz.
Megpróbálom összeszedni magam, mert elég gyatrán... Hogy lehet kitenni a kerek? Megvan. Nincsen csak pár gomb ezen a joystickon, de ez a pár gomb is megfekszi az én tudásom. Aha, most már írja, de nem látok a felhőtől. Hova? Hol van? Nem, még tovább. Jó lenne, ha látnék a gépet. Ott van, jó, ez már a miénk. Ő a miénk. Megpróbáljuk nagyon lájtosan letenni. Figyelj, nézd meg, mint hogyha világ életembe pilóta lettem volna. Aztán nehogy belehasaljunk itt a levesbe. Uha! Egyébként van vége ennek a kifutópályának. Megjöttünk. 15 000. Oh yes! Uraim, szeretném megköszönni a figyelmet. Innen fogjuk folytatni. Szevasztok! Ezzel meg megpróbálok hazarepülni, de kétlem, hogy sikerülni fog. Miért nem választottam egy nagyobb gépet, egy utasszállítót, amivel itt biztos nem tudok felszállni? Oké.